Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Következik a 0-ról 350 pontig amőbában videósorozat 5. része. Ha szeretnétek, nézzétek meg a teljes sorozatot, az előző 4 videót is. Akkor nézzünk egy meccset. Azt mondja, kettő, jó, egy, ez egy perces. Egy perces meccs, lássuk, Babilon ellen. Igen. Képzeljétek el, hogy tegnap egyébként történt velem egy nagyon érdekes dolog, ugyanis azt hittem, hogy megy az OBS, készíti a felvételt, és 20 perc után jöttem rá, hogy a szart. Úgyhogy abban a 20 percben konkrétan nem vettem fel semmit. Sajnos. Igen. Jó, meg is van. Hopp, ezt elmajomkodtuk valószínűleg. Hopp, ezt sajnos egy picikét elmajomkodtam. Hát itt próbálom menteni a menthetőt. Igen, sajnos ezt elfelejtettem, hogy ez egy perces, tehát ezt elmajomkodtam. Most itt a fenyegetés, szerintem ő ezt nyerte. Babilon ezt nyerte. Vagy nem? Vagy lehet esélyünk? Ja, itt te! Igen. Jó, megnyertük. Oké, tényleg itt. Jó. Jól van. Lássuk, kapunk-e visszavágót. Úgyhogy egyébként abban a 20 percben, amikor azt hittem, hogy megy az OBS, de nem vettem fel semmit, és ezért látod azt, hogy az előző 4. rész videójában 266 ponttal köszöntem el, most meg 282 ponton van. Ez ezért van, hogy abban a 20-30 percben az OBS nem működött, nem vett fel semmit. Kár pedig egyébként két nagyon erős játékossal, két erős mesterrel, Borsóval 416 ponttal, illetve Petyával játszottam 455 ponttal. Tehát kár. Jó. Mindig elfelejtem, hogy az egy perces, ugye? Jó. Jó. Hopsz, bekaptam egy SV-szerű dolgot. Ja, meg így nyert, hopszi, igen. Hát közben lehet, hogy hát közben nagyon nehéz így... Nagyon nehéz így egyébként... így beszélni, meg egyszerre beszélni, meg játszani. Na, Babilon nem jön még egyre? Most már csak a meccsre figyelek. Lássuk. Jó, most ide. Úgy van. Most egy kicsit figyelek a meccsre. Jól van, most ide? Nem. Jó. Igen. Hopsz. Ez jobb lett volna, F7, és itt tovább építeni. Így. Itt. És ez itt nem megy semmire. Így van. Jó. Itt a fenyegetés. M3, L3, K3. Aha. Hát nem tudom, most szerintem itt nekem van valami... Ja, itt a lehetősége, itt a nyerése, itt igen. Itt ugye ezt védeni kell, és itt az ötő. Jó, oké. Most figyeltem jobban, akkor ennyi. Jó,
Jön még egy játék. De egy perces egyébként, ezeket szeretem, jó meccsek, tehát kár, hogy akkor nem vettem föl két nagyon erős játékossal, Borsóval, 416 pont, illetve Petyával toltam. És Petya hihetetlenül jól tolta. Tehát a Petya olyan dolgokat, olyan nyitásokat húzott le, hogy egyszerűen csak néztem, basszus. És a Petyánál nem gondolom azt, hogy ő egyébként provizott volna, vagy hogy bármilyen módon csalt volna. Jaj, ezt nagyon szeretem, ezt a nyitást, ez a kedvencem. Itt már az X nyert, ez egy SV mód, az X itt már nyert. Elviekben, ha nem vagyok teljesen... Igen, itt elvileg az elviekben az X már nyert. Igen, lehet neki valamilyen? Hát nem tudom, szerintem itt az X. Igen. Ja, hogy most én itt nem nyertem? Ja, de, oké. Okay. Jó, 2-0. Ja, itt ugye most itt hirtelen azért álltam meg, azért gondolkodtam, mert ugye kíváncsi voltam, hogy itt a 6 ére, mert ugye ez a Babylon előfizető, és közben ez bevillant nekem hirtelen, hogy gyorsan sikerült-e itt mindenfélét összehozni, de egyébként, tehát ők azok. Petya itt a képen 455 ponttal, illetve a Borsó 416 ponttal, és a Borsóval ugye 2-1 lett, tehát ő megvert engem, egyet tudtam nyerni ellene, tehát a Borsó kétszer nyert ellenem, és az OBS meg pont ilyenkor döglött be, a Petya pedig háromszor vert meg, és egyszer nyertem csupán ellene, a Petya nagyon-nagyon jól tolta. És egyébként ezért láttátok azt, hogy eltérés van a pontszámomban. Azt mondja, 297 pont. Jó, játszunk egyet a banyukával. Nézzünk, kapunk-e meccset. Egyébként, ahogy az ember halad egyre feljebb a jelvényekben, ugye szaki, mester, stb., úgy már nyilván egyre bonyolultabb lesz gyarapodni pontilag. Mert nyilván egy bizonyos pontszám felett már csak akkor kapsz normális pontszámot a nyerésedért, ha szakikkal, mesterekkel vagy nagymesterekkel tolod, és na most ő ellenük már sokszor nagyon bonyolult számomra nyerni. Egyébként, ahogy látjátok, egyre jobban közeledünk a 350 ponthoz, 53 pont hiányzik. És tehát ebből is láthatjátok, hogy azért a 350 pontot elérni rövid idő, 2-3 nap alatt, az nem lehetetlen, és még csak program sem kell hozzá. Látjátok, és igazából ennek a bizonyítása a célom. Ezzel a nulláról 350 pontig sorozattal. Na most, hát vagy a banyukán, vagy esetleg a Marikán... Bad Gateway, Jézus Krisztus, rossz a kapcsolaton, vagy mi történik? Na most az van, hogy nem engedi megnézni az ellenfelemnek a honlapját. Vagy a honlapját, szóval az adatlapját. Valamiért most nem tudom megnézni az ellenfeleimnek az adatlapját. Akkor lássuk a morkot. Jó, ez egy rendes játszma. Jó. Hú, de nagyon belekezd valaki. Igen. Jól van. Én egy kicsit ilyen defenzív játékos vagyok, tehát védekezni szeretek főként. Akkor érzem magam biztonságban, ha védekezem. Jó. Ugye itt ez veszélyes lett volna, mert később K8, L9, és itt nagyon erős támadást vezethet. Én mindig azt hiszem egyébként, hogy egy perc a játékidő, mert valahogy ahhoz vagyok hozzászokva. Aztán mindig rájövök, hogy nem. Hogy nem egy perc a játékidő. Azért teszek néha ilyen gyorsan.
Jó, akkor itt most van időnk. Itt most szerintem nekem kezd, igen, pontosan ez egy nagyon jó döntés volt. Na nézzük meg mondjuk ezt. Itt, és ugye emiatt itt pontosan. Jól játszik. De mondjuk mit tenne egy ilyenre? Itt egyébként most F9 a megfelelő lépés, F9. Mert ugye itt fenyegetek D7-tel vagy K10-zel, látjátok? Tehát F9, így van, ezt védenem kell. És most ugrik a majom a vízben, na most ezt tudja-e védeni, Mork? Ez védhető egyébként. Úgy van. Jól van, itt. Jó, hogy ott az hármas, aha. Aha. Ez érdekes. Na most ezt kicsit megkockáztatom, védjük föl F11-en, most egy F6 lépése lehet. Szerintem meg fog tenni F6 vagy F7. Nem. Az jó. Jó, ide. Na, vajon egy ilyenre? De most kiadom magamat. Ugye itt most ez a fenyegetés. D9 a fenyegetés. D9, majd F7, de ezt látni fogja. Tehát most az a baj, megint nagyon hamar kiadom magamat. És itt valamit tervezhetek építkezni, de kérdés, hogy ezzel aztán mit érek el. Tehát itt H11, K11-et védeni kell itt, és itt utána látjátok, azt kivédi, igen. Hát oké. Na, lépjünk egy ilyet, engem ez egy kicsit itt ez a lehetőség, itt ez az F6, D6 egy kicsit zavar. Ezért ez a lépés, itt ez a F6, a kötelező lépés, ezt nekem védeni kell, és Jó. Hát erre lépjünk egy D8-at, én itt nem, igen, hát most erről védekezik, jó. Aha, nézzünk erre egy C7-et. Ugye itt most itt van az ötletem, ezen az E6, D6, C7 átló lehet ötletem. De megint írtó gyorsan adnám ki magamat. Aha. Itt a fenyegetés. B9, B8, majd itt tovább épít valamit, ezt jobb, ha leblokálom. Aha, vagy esetleg itt. Igen, ez egy kicsit erős fenyegetés. Úgyhogy én most itt blokkálok egyet, ebből ki tudja, mi lehetne. Hát itt most ő szintén blokkált egyet. Jó, nyilván F5 a fenyegetés. Jó, hát most igen, defenzív vagyok. Jó, itt ez a fenyegetés. E6, G3, majd itt, majd G4, F4-jel nyerni. Ez a fenyegetés. Úgyhogy itt most muszáj egyet védeni. Jó. Igen. Jól van. Jó, itt az ötösnek elveszem az ötletét ezen a negyedik soron.
Jó, itt ezt itt kell. És itt lehet-e valami nem? Egy, kettő. Itt az a baj, hogy itt, ha itt elkezdenék támadni, ugye itt lennének ötleteim. Igen. Igen. Itt meg ez a fenyegetés. Jó, hát ugye itt most ezt az átnót kell levédjem, hogy itt ne tudjon építkezni. Nagyon erősen támad körrel. Vagy lehet, hogy én vagyok túl passzív X-szel. Ki tudja. Itt, na most itt lehetne egy nyerésem, de szerintem ezt észre fogja venni. Tehát L2, J2, majd L4-el egy dupla hármas kialakítása a cél. Tehát én most L4-et ennék, hogy támadjanak. Látjátok? L4, ezért. Pontosan ezért. Jó. Na most vagy fönn, vagy len, egyik len. Itt most ez egyenlő, itt most az X-nek kéne kialakítani valamit. Szerintem ez egy kicsit egyenlő állás. Úgy van, hát ez egy blokkálás. Jó. Húha. Na nézzük, mit tenne egy ilyenre. Tehát most lehet támadni. Na, rögtön levédi ezt a lépést, igen. Ugye hogy itt ezt az ötletet akadályozza, persze. Itt. Az jó lépés volt nagyon. Na nézzük, mit tenne mondjuk egy ilyenre. Vele kell húzzak basszus, mert 5 perc, és a múltkor is eldumáltam. Egy, kettő. Aha, itt ez a fenyegetés. Na nézzük egy ilyenre, mit tenne. És valószínű, hogy G2-re fog tenni, ahol a, már mondtam, ahol a kurzorom van. És ezt nekem védeni kell. Mondjuk. Jó. Na jó, kicsit, hát kicsit, ja, itt most egyértelmű, itt nem akarok adni. Na most valószínűleg egy F3-ra teszi, aha. F3-ra teszi, jól játszik körrel, de megkockáztam, hogy én voltam túl passzív. Szerintem. Pedig ezt meg illene megnyerni az X-nek. Na, lássuk. Látok is, srácok? Itt a szobámban, képzeljétek el, van vagy 40 fok, pedig most ugye az ember gondolkodik, kinyissa az ablakot, ne nyissa. Aha. Kinyissa, ne nyissa. Na legyünk ravaszak, srácok? Nézzük meg. Ugye most itt a fenyegetés ez. Jó, ezt védjük ki. Ne legyen a késő, de ide fog tenni, és ezzel szétvette nekem itt ezt a jó stílusomat, ezt jó stílusomat, bocsánat, szóval ezt a jó helyzetemet, de... Igen. Itt ez nagyon jó volna, ha ezt meg be tudnám ide tenni. Na lássuk, mit csinál egy ilyenre.
De most, hogyha ezt eltalálja, ugye most ezt H3-on kell védeni, különben nyert az X. H3-on, tehát ez egy ilyen csapda, hogy hát ha itt véd, és akkor H3-on nyertem. De nem, látjátok? Látja a H3-at. Aha. Oké. Oké. Jó, hát akkor itt most mi is roncsunk egyet. Igen, úgy néz ki, hogy látjátok, itt egyre jobban betör a területemre. Itt sem jó. Az X kezd kifogyni X a lehetőségekből. Na jó, váltsunk taktikát. Hát most itt egyszerűen csak területet próbálok nyerni, de igen. Itt most itt ez a fenyegetés. Jó. Itt fogja védeni, itt nekem akkor hát 10-re kell tenni. Így van. Így van. Hát jó, pedig itt szerintem lett volna lehetőségem. Ez micsoda? Ez semmi. Hopp, vagy mégis? Nyert? Itt nyert ő? Vagy mi történt itt? Hú, de megijedtem, hogy itt 2-4-es. Hú, azta. Tehát itt ugye nyilván itt kell védeni. Hú, hát most aztán rám hozta a frászt. Na, nektek egyébként van ilyen pillanatotok a műbában, amikor azt gondoljátok, hogy az ellenfél nyert? És nagyon megijedtek? Ez döntetlen lesz, tehát ez most mind a ketten lefogtuk egymást. Gondolom B12 jön. Úgy van, ezt én itt kivédem. Leblokáltuk egymást. Tehát most igyekszem gyors. Most ajánlok egy döntetlent, és hát ugye körrel döntetlen tudod kihozni. Igen, ez az lett volna. Lássuk, akkor adunk visszavágót. Hát ez, ja. Igen, egy picit eldumáltam. Jó, akkor támadjunk. Körrel aktívnak kell lenni X ellen. X ellenében. Ez nagyon fontos. Körrel játszunk aktívan. Engem ez a J9 majd G9 lépés idegesít, de nagyon. De nagyon. Úgyhogy emiatt ez a lépés. Én nem akarom itt, hogy J9-re tovább építkezzen. Tehát muszáj volt ez a lépés. Mert különben most itt hiába kezdenék el támadni, mert J9 ide tettem volna. Látjátok? Ezt meg fönn kell, hogy itt, tehát az nagyon fontos, hogy ne engedjük, hogy az ellenfél a négyes vagy a hármas egyik oldalán elbúrjánozzon, hanem nagyon sok helyen nagyon sok X van, vagy nagyon sok helyen engeded, hogy nagyon sok kör, vagy nagyon sok X legyen nagyon egy adott helyen, akkor az már sosem jelent túl jót. Most egyébként ez itt veszélyesnek tűnik itt az ötössel, de itt szerintem nincsen helyzete, de Mork nagyon jól játszik, úgyhogy le a kalappal. Jól van. Ó, húha. Húha. Nem akarok továbbadni, de itt lehet. Utána meg gondolom, hogy K8. K8 aztán J5. Úgy van. Mondtam K8. Aha. Jó, én itt nem akarok esélyt adni semmire. Gondolom most L7. Úgy van. Ezt itt kell, mert itt ez az ötös félelmetes. Ugye ne felejtsük el, hogy ez itt nem ötös, mert direkt ezért blokkáltam le itt, hogy ez itt ne legyen lehetőség. Tehát látjátok, hogy a régebbi lépések mennyire befolyásolják azt, hogy ki áll jobban? Majd most itt én egy M8 kényszerítő lépést teszek, hogy leblokkáljam itt. Jól van, közben 20-22 perc, az úgy néz ki, hogy letelt. Na ezt vajon, itt látjátok, itt már nem tud, itt, ezt muszáj alul. Azért, hogy ezzel a két lépéssel, J5-tel majd előttel itt ne tudjon hármast kialakítani, mert J5 előtt majd K5, és rágyúr erre a hármasra egy K6-tal, és itt egyébként, hát jó, itt talán nem jöhetett volna ki semmi, de ez akkor is egy ilyen számomra ijesztő dolog, és ugye most meg itt az ijesztés. H10, H11, majd tovább építi, de nincs, amire ráépítsen. Tehát most számára
Mork számára az lehet egy stratégia, hogy itt a háttérszelet megteremti ennek a későbbi támadásnak. Nekem itt most erre kell figyelni. Figyelme arra, hogy mindeközben itt is, mindeközben J5 is egy kiváló lépés, amit ugye védenem kell, és erre rágyúr, de itt nem ér el semmit. Kevés a hely. Itt. És látjátok? Mondtam. Ez viszont szerintem egy hiba volt. Ezt itt kell nyilván kivédeni. De látjátok, ezért van itt leblokálva, hogy ez itt, hogy a K7-re ne tudjon mire építkezni. Mindeközben egyébként itt támadunk H5-tel, majd J4-jel. Látjátok, ezért ment J4-re, és itt most ez a fenyegetés, itt ez. Igen. Amit neki nyilván itt lent kell védeni, mert különben nyerek. Így van. Azt mondja, itt. Hopsz, ez nekünk nyerés! Gyerekek! Ez nekünk egy nyerés. Majdnem. Majdnem nyerés, gyerekek. Jól van. Ez nekünk egy majdnem nyerés. Ugye most itt fenyegetek. Illetve itt is. Tehát most ez nekem, most egy hirtelen, erre nem is számítottam, kijött nekem egy nagyon jó helyzetkörrel. Tehát ugye most itt is fenyegetek. H5-ön. Majd G10-re ugye ezt védeni kell. Látjátok? És ezt meg is nyertük, mert nincs ötöse. Jól van. Jól van, szerintem ez nekünk nyerés. Ott valamit tud az ötössel, de szerintem ezt a kör megnyerte. Ugye itt most rámijeszthet G11-jel vagy H10-el, amit védeni kell, de szerintem ezt megnyertem. Ugye most itt egyrészt ez a hármas a fenyegetés, majd G10-zel fenyegetek. Látjátok? Na, elkiabáltam volna? Elkiabáltam volna, srácok? Ezt megnyerte a kör. Ez kétségtelen. De nem akarom elkiabálni. Látjátok, most itt ez a fenyegetés. H10, védenem kell. Majd H11-re ő nyert itt a 4-es 5-össel, tehát ezt például védeni kell. Védeni kell, és így kell védeni, mert ezzel is fenyeget. Hú, de erős támadás, és majdnem beleestem. Tehát itt az egyetlen jó pont a H11, mert itt védenem kell a 2x3-at itt. Tehát hát J10-zel is fenyeget nyerni, nem gondoltam volna, hogy Mork ennyire erős. Most meg itt nyert, basszus kulcs! E5, ki kell védjem, majd... Na mi ez? Aha. Anya, most... Anya, most nem! Most nem! Most nem tudok! Most nem! Jó, 10 perc! Bocsánat, itt vagyok. Jó, ezt itt... Közben nekem itt védekeznem kell erre. Húha. Uh-huh. Jó, hát itt védekezzünk egyet, egyszer s mint támadva. Ez érdekes, most itt, na most ez tipikusan az a helyzet, hogy bármelyikünk nyerhet. Tehát akár az X, akár a kör, ez nagyon izgalmas ez a játék, tehát Mork nagyon jól játszik. Mind a kettőnknek van esélye nyerni. Most az nyer, aki megszerzi a kezdeményezést, de alig bírom magamat tartani. Tehát nagyon megizzaszt. Srácok, úgy néz ki, hogy lesz egy következő folytatása is a videónak, ahogy már megszoktátok. Nem gondoltam volna, hogy Mork ennyire jól tudja majd magát tartani. Itt. Igen. Itt most nekem nyerési helyzetem lenne, de rá kéne jönni, hogy hogyan. Igen, itt most én nekem van nyerési helyzetem. Itt.
Itt ezt hozzáépítem. Itt és itt. Jó, megvan. Megvan. Jó, akkor lássuk, hogy mit tenne egy G10. G11-re elviekben nyertünk. G11-re, ötösökkel. Tehát most, hogyha nem tud nyerni ebben a... Ja, de ki tudja védeni, ki tudja védeni E7-tel, de azt viszont meg kell lépje most azonnal. Sőt, arra se biztos, hogy nyert, tehát most itt a kör jobban áll. Ugye ezért volt ez a lépés, hogy elvettem a G11-et, az ötösökkel való támadást. Tehát most itt én vagyok lépés előnybe. Kérdés, hogy ő ezt tudja-e védeni. Srácok, úgy néz ki, hogy ennek lesz még egy sorozat, tehát még egy része. Még mindig nem tudok eljutni a mester szívig. De ez most itt a kör az jobban áll. És a kör most itt képes ötösökkel nyerni, tehát most itt E7-et kéne meghúznia, de miért gondolkodik ennyit? Tehát már egy perc, 15 másodperc előnyöm van. Nem vette észre, nem vette észre, akkor most viszont támadunk. Tehát ez most egy rossz lépés volt, látjátok, hárma van. És most itt ötösökkel elviekben nyernünk kell. Itt kell védeni. Itt kell védeni. Hopsz, valamit elnéztünk volna. Valamit elnéztünk volna. Ja nem, ja nem. Nagyon meg kell gondoljam. Itt kell, hogy védje, és itt a nyerés, igen. Tehát D8-on nyertem. És ő még betette ott a négyet, asztal! Asztal! És látjátok, most hiába teszem be D8-on, mert ő meg nyert, megjött. Ezt nem gondoltam volna! Ezt nem gondoltam volna! Ez most nagyon meglepett. Srácok, ez nagyon meglepett. Ez nagyon. Tehát ezt azt hittem, hogy teljesen megnyertem, és közben itt anyukám felkiabált és megzavart. És tehát szinte biztos voltam benne, látjátok, hogy ezt megnyertem, és közben meg kiderül, hogy nem. Szóval ez valami elkép. Na most mi van? Na most ez mi? Most mi ez? Ezt nagyon sajnálom, és visszaesünk 286-ra. Ezt nagyon sajnálom. Tehát ezt nagyon sajnálom, ezt úgy éreztem, hogy mind a kettőben volt esélyem, vagy legalábbis nyernem kellett volna. Tehát legalább az egyiket meg kellett volna, hogy nyerjem. Tehát ezt most nagyon sajnálom. Jó, srácok, hát egyelőre ennyi lett volna. Ezt nagyon sajnálom, és most őszinte leszek veletek, hogy most ez egy kicsit felhúzott. Tehát most kicsit felhúzott, mert mind a két meccsben úgy éreztem, hogy nagyon megszorongattam, és ő biztos, hogy nem használt programot, azt hozzáteszem. Tehát ő rendesen a saját fejéből játszva meg tudott engem verni. Ehhez gratulálok. De nagyon úgy érzem, hogy éppen hogy. Tehát, hogy éppen hogy az utolsó pillanatban nem figyeltem, egy pillanatra lankadt a figyelmem, és ezt kihasználva nyert. Természetesen jogosan, tehát ez nincs arról szó, hogy most én itt bármivel vádolom őt. Ő jó játékos, és most ő ügyesebben játszott, mint én. És srácok, én azt mondom, hogy egyelőre ennyi. Beragadtam 280-nál, na. Beragadtam a 280-nál. Jön a sorozat következő folytatása. Tehát lesz még egy... Jól emlékszem, a hatodik rész is. És előbb-utóbb most már csak elérem a 350-et. Látjátok, azért mégsem olyan egyszerű a 350-et elérni. Ezt el kell, hogy mondjam. Na jó, nézzünk egy ötöset gyorsan. Egy perceset így a végére. Én köszönöm szépen, srácok, egyébként a figyelmet. Jó, hát ezt meg is nyertük. Ezt azonnal. Kész. Hát ez gyors volt. Úgyhogy srácok, én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor lesz egy következő rész is. Jól emlékszem, a hatodik. Tehát lesz egy hatodik rész is. Egyelőre 300 pont környékén beragadtunk.
de vissza fogok térni, és akkor találkozunk a következő 6. részben. Köszönöm, hogy megnéztétek. Iratkozzatok fel. Sziasztok!